Tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk a parlamentben, Karabanes Karcsival. Fent van itt valamelyik irodalban, éppen beszél a nagy fákkal. Azt hiszem, abban nem az alébe szendvicset nekem kidobott, már éhes voltam. Miről tárgyalhat Karabanes Karcsi a nagy fákkal Budapesten? Hát arról, hogy a magyar-francia meccset haza akarjuk vinni Feszekbe. Igen, jó hallottátok, nekünk is előre azt hittük, hogy nem lehet ezt összehozni, de ne, ott a székely zászló, azért mi is ide tartozunk, úgy gondoltuk, hogy a meccset igenis haza lássén vinni, legalább a második. Már az elsőt is akartuk a portugalokat, csak azt mondtuk, mégis legyenek itthon első meccsre. Na, a második meccsre pedig azt találtuk ki, hogy a stadiont is vigyük oda Feszekbe, már ugye nekünk kicsiká falusi pályánk van, úgyhogy a stadiont is kéne vigyük. Ma délután szedjük szét a stadiont, és hónap délután esze is rakjuk Feszekbe. Mert ez ilyen gyorsan működik nálunk minden. A második dolog, a stadionra bejutásról csak annyit szeretnék mondani, hogy nem lesz szükség igazolványra, ilyen védettség, vagy vakcina igazolványra, nem lesz szükség PCR tesztre, nem lesz szükség csatárhességi tesztre, se semmire, hanem főztünk 150 liter szívapálinka. És mindenki fog kapni egy liter szívapálinkát, egy felát akkor, mikor a kapun mennyi be, hogy legyen lefertőtlenítve egy torok, hangszás, húgyút, minden legyen lefertőtlenítve, és egyet hazafelé, hogy legyen jókedve ez a házajándék. A másik dolog, amit még el szeretnénk mondani, az az... Tessék? Mindegy, várunk mindenki csak szeretettel Feszekbe a magyar-francia meccsre. Olyan is lesz, aki nem fog beférni, de a stadionnak fa lajtóriakhoz fogunk neki dőteni, úgyhogy a tetőre is aztán fel lehet mászni, aki akar. Jó, pillanat, már rendőrség. Tegyem el a bicska. Hát ember, a bicska nálam olyan, mint nálatok az igazolva. Hát nem én semmit annélkül, minnyi. Na, ennyit akartam, az Isten éltessén. Hajrá Magyarország, hajrá Feszek, szevasztok!